Tízesztendősen Piris Szentléleki kőművesektől tanult falat rakni, maltert keverni, akkor még nem tudatosan vonzotta az építészet, de megtanulta, tisztelni kell a mesterembert és munkáját. Azóta számos műemlék felújítása fűződik a nevéhez, most éppen a tatai nagy templom tervei készülnek, illetve az esztergomi bazilika kupolája és a strand épületeinek felújításával foglalkozik. Legyen az egy tér, legyen az egy épület, legyen az egy szakrális hely, mindig az építész abban a korban, annak a kornak megfelelő szellemi teljesítményt adta le. És ez látszik az épületen, ez is egy olyan érték, amit védeni kell. Manapság a változás annyi, és nem az építészek felől, hanem más felől, hogy ennek a hihetetlen értéknek, ami annak a múltnak a kövülete szó szerint, nincs nagy becsülete. Tehát a műemlékekhez ma nem mindenhol nyúlnak kellő tisztelettel a múlt iránt. Önmagában az épület, hanem az a kor, amiben épült, és abban a korban alkotó emberek munkájának az eredménye, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek a nevét följegyezték, mert hiszen a mester emberek munkája is benne van, az ő tapasztalatuk is benne van. Sokszor találkozom olyan apró cseprő dolgokkal, padlásokon itt-ott, ami visszautal a mesterre, az ácsmesterre, a szekercéjének a csorbája látszik, és olyan dolgok, amik megidézik valami úton, módon a múltat. A mester emberek tisztelete, munkájuknak a megbecsülése nélkül nem lehet műemléket helyreállítani. Ha az enyészet oldaláról nézem, akkor nagyon sok álmom lehetne. Ha az értékek oldaláról nézem, megint sok álmom lehetne, úgyhogy én ezzel a munkámmal kapcsolatban mindig is valami sodrásban voltam, tehát az egyik dolog jött a másik után, és soha nem én döntöttem el, hogy merre fogok menni, hanem azok, akik hát igényt tartottak a munkámra.